Sziasztok! Ezúttal a nyugat harmadik nemzedékének egyik legfontosabb költőjéről, Radnóti Miklósról lesz szó. Röviden megismerkedünk az ő tragikus életútjának legfontosabb állomásaival, a költészetének legfontosabb jellemzőivel, és nagyon röviden beszélünk költészetének legutolsó szakaszáról és a Borinotes szövegeiről is. Radnóti Miklósnál jellemző, hogy az ő költészetének, a versenynek értelmezése az nagyon, sőt az ő alakjának, az ő személyének az értelmezése nagyon szorosan összefügg az ő életútjának az eseményeivel. Ő egy zsidó származású költő volt, aki a II. világháború során tragikus és embertelen körülmények között veszítette életét, és ez rányomja az ő személyiségének és költészetének értelmezésére is a bélyegét. Na de nézzük is, hogy ki volt ő. Közben a cica is megérkezett. <laughs> Bocsánat, egy picit most leállítom a videót, hogy a cicával kezdjek valamit. Na tehát folytassuk és nézzük Radnóti életútját röviden. Radnóti Miklós 1909-ben született Budapesten. A születésekor az Iker testvére és az édesanyja meghalt. De ő erről egyébként csak kiskamasz korában, 12-13 éves korában szerzett tudomást, akkor, amikor az édesapja is meghalt. Ő egészen addig abban a tudatban élt, hogy a, hogy a nevelőanyja az az édesanyja és a féltestvére pedig a, az édes testvére. Tehát ez egy nagyon nagy trauma volt neki ezt megtudni, hogy ahhoz, hogy ő ezt úgy, ért, így, úgy értem ezt, hogy ahhoz, hogy ő élhessen, két embernek meg kellett halnia, és ez innentől kezdve egy életre szóló trauma volt számára, amit, aminek egyébként az Ikrek Hava című napló kötetében is, gyermekkori naplójában is, pontosabban gyermekkoráról szóló kötetében is emléket állított. Tehát 1909-ben született, és aztán miután az édesapja is meghalt 1921-ben, az anyai nagybátyja lett a gyámja, aki egy kereskedő volt, ha jól emlékszem, textilkereskedő, és magát Miklóst is, az unokaöcsét és gyámfiát is kereskedőnek szánta. Ezért először egy kereskedelmi főiskolára, egy iratkozott be, ami Csehországban volt, egy rövid ideig tanult ott, de aztán a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be. Azért nem a Pesti Egyetemre, mert a zsidó törvények és a numerus clausus miatt ott már nem kaphatott egyetemi helyet. Numerus clausus, csak nagyon röviden, Radnóti esetében azt jelenti, hogy, egy, hogy az egyetemek limitálva volt, hogy hány zsidó származású hallgató lehet, és ezért ő már a Pesti Egyetemre nem tudott bekerülni, így Szegeden végezte el az egyetemet. És nem csak, hogy elvégezte az egyetemet, hanem nagyon jó minősítése, doktorátust is szerzett irodalomból 1934-ben, tehát ő, ő bölcsész doktor volt, úgy az is szerepelt a, a névjegykártyáján, hogy dr. Adnóti Miklós, azonban soha nem dolgozhatott már egyetemi oktatóként, nem tudott már a végzettségének megfelelő állást kapni. 1935-ben költözött Budapestre, és tulajdonképpen innentől kezdve alkalmi munkákból élt, alkalmi fordításokból, illetve a barátai révén szerzett különböző kisebb munkákból élt. Ugyanez az, ugyanebben az évben vette feleségül gyermekkori szerelmét Gyarmati Fannit. Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelme kapcsolata az egész magyar irodalom történetnek az egyik legszebb története, sok szempontból a legszebb története, és nagyon sokáig legidealizáltabb története is. Ők egészen fiatalon ismerkedtek meg, ahogy mondtam, még diákok voltak, Fanni volt talán 13 éves Miklós, meg 17, vagy valahogy így. Úgy ismerkedtek meg, hogy ugyanahhoz a matek tanárhoz jártak korepetálásra, és itt találkoztak először, és aztán egymásba szerettek, és némi kis kitérő után, amíg Radnóti Miklós Csehországban tanultat, azért volt egy aférje egy német lányal, de az a lényeg, hogy 1935-ben összeházasodtak, és innentől kezdve a költő haláláig együtt éltek. Mint mondtam, nagyon sokáig a, nagy, a 20. század nagy szerelmi sztoria volt az övék, és valóban ez egy nagyon erős, nagyon szoros kapcsolat volt, de hogy mennyire nem volt ez idilli, és sokszor mennyire nem volt harmonikus, ez akkor derült ki, amikor Fanny naplói, Gyarmati Fanny naplói megjelentek. Gyarmati Fanni 2014-ben halt meg, több mint 101 évesen, és ő egész életében naplót írt, viszont ragaszkodott hozzá, hogy ezek csak a halála után jelenhessenek meg. És amikor napvilágot láttak Gyarmati Fandi naplói, akkor egy egészen más szögből um, egészen más szögből lehetett szemlélni az ő kapcsolatukat. Most ebben nem akarok részletesen belemenni, mert ettől Radnóti sem jobb költő, nem lesz sem rosszabb, hogy az ő házasságuk meg a kapcsolatuk milyen volt. Inkább csak arra akartam rávilágítani, hogy, hogy, hogy Radnótinak a személyes sorsa az mennyire befolyásolja az ő megítélését. Ugye, amikor megjelent ez a napló, után, azután kezdtek nagyon sokat beszélni arról, hogy, hogy volt Radnótinek a 40-es évek elején egy szerelmi viszonya Beck festővel például ez eddig inkább ilyen, hogy mondjam, néhányak által ismert ö, dolog volt, de aztán ez így napvilágra került. Tehát lényeg a lényeg, hogy a, hogy a magyar sajtó, még a bulvár sajtó is hónapokig csámcsogott azon, hogy Radnótiak magánélete hogyan alakult. Ez is inkább csak egy ilyen, ö, hogy mondjam, érdekesség, hogy hogyan működik a közvélemény, meg a közélet egyébként nagyon, nagyon nehéz körülmények között éltek. Sokszor gyakorlatilag Fanny tartotta el a családot, gyermekvállalásra tulajdonképpen nem is gondolhattak ilyen körülmények között, tehát ez is például egy ilyen nagyon sok szempontból szomorú vonulata az ő kapcsolatuknak, hogy, hogy Fanny többször is volt abortuszon, tehát el kellett vetetniük a a terhességeket, mert, mert egyszerűen nem volt lehetőségük arra, hogy, hogy gyermekeket neveljenek. Tehát nagyon nehéz körülmények között éltek, ennek ellenére azért néhány utazást tettek külföldre, így például Párizsban is jártak, azonban a háború, a második világháború megkezdődése után még nehezebbre fordult az ő sorsuk. 1940-től összesen háromszor hívták be Radnótit munkaszolgálatba. Ő egyébként, mint mondtam, zsidó származású költő volt, és ő nem is tagadta meg a zsidóságát soha, azonban nem tartotta a zsidó hitet. Önmagában ez számára nem volt egy fontos dolog, csak a történelmi körülmények tették ezt fontossá, tehát hogy mégis megpecsételte. Ugye a, a borzasztó zsidótörvényeknek, meg ennek az egész 40-es évekbeli történelemnek köszönhetően, az ő sorsát megpecsételte az ő zsidósága. Egyébként 1943-ban megkeresztelkedett, ez tulajdonképpen az ő túlélése szempontjából már olyan sokat nem nyomott alatban, viszont tehát sokkal inkább volt ez egyfajta szellemi útkeresés, pontosabban inkább Fanninak a szellemi útkeresés. Gyarmati Fanni nagyon komolyan elmélyült a katolikus hitben, nagyon sok katolikus barátjuk volt, és tulajdonképpen az ő hatásukra fölvette a katolikus hitet 1943-ban Radnóti Miklós. Aztán az utolsó munkatáborba való behívása után, 1944 májusában Jugoszláviába került, egy bor nevű község melletti Lagerhajdenau nevű munkatáborba, ahonnan 1944. szeptemberében Elindultak gyalog Németország felé, Magyarországon keresztül. Ugye ezt hívja az utókor a Radnóti vers nyomán erőltetett menetben. Tehát gyakorlatilag heteken át ö, hajtották gyalog a nácik a foglyokat az egyre inkább legyengülő foglyokat borzasztó körülmények között Magyarországon keresztül Németország felé, és aki pedig már nem tudott tovább menni, az pedig egyszerűen lelőtték. És ilyen körülmények között jutott el Radnóti október végén, pontosabban november legelején Győr mellé egy Abda nevű községhez. Itt már olyan végtelenül le volt gyengülve, hogy nem tudott tovább menni, ezért 21 társával együtt Győr mellett Abdánál tarkon lőtték, tehát így jött véget az ő élete. És tulajdonképpen, hát nagyon fura ezt mondani, de szerencsé a szerencsétlenségben, hogy voltak, ha nem is maguknak, a gyilkosságoknak nem is voltak szemtanúi, de a lakosok tudtak erről a, ezekről a kivégzésekről, és amikor véget ért a háború, akkor meg tudták mutatni, hogy hova temették el ezeket az embereket, és így került elő Radnóti Miklós holtteste is, és így lehetett bizonyosságot szerezni az ő sorsáról. Tehát röviden ennyit Radnótinak az életéről. Itt hoztam néhány fotót. Egy gyermekkori kép a kis Radnótiról. Ez nekem az egyik, de szerintem nem csak nekem az egyik kedvenc fotóm Fanniról és Radnóti Miklósról. Ez egy jelmezbál készült, Lilion Finak és Juliskának öltöztek be. Ez egy nagyon szép portré a költőről, és ez pedig egy időskori kép gyarmati Fanniról, aki egyébként egész életében nagyon visszavonultan élt ugyanabban a lakásban, ahol, ahol Radnótival együtt éltek a Pozsonyi úton. Na, beszéljünk egy picit Röviden az életművéről, hogy milyen jellemzői vannak, milyen szakaszokat lehet benne elkülöníteni. Ezt mindig elmondom, hogy ezek természetesen utólagos konstrukciók, ezek a szakaszolások, tehát ezek soha nem elvágólagosak, inkább csak tendenciák, amik megfigyelhetők egy-egy életműben. Radnoti költészetének a korai szakaszát egy nagyon sajátos, egyfajta pogány vallásosság jellemezte. Ez tulajdonképpen az ősi természetkultuszhoz áll közel, illetve a panteizmusnak a tanításához, vagy gondolatvilágához. A panteizmus azt jelenti, amikor Istent nem egy létezőként azonosítjuk, hanem a panteizmus azt mondja, hogy Isten ott van a természetben mindenhol. Tehát a pán előtt egyébként a görögben azt is jelenti, hogy minden, tehát a panteizmus az azt jelenti, hogy Isten mindenütt ott van, a legutolsó bogárkában is, a legutolsó fűszában is ezt jelenti a panteizmus, és Radnótihoz nagyon közel állt ez a fajta természet szeretet, természet kultusz. És az ő korai költészetében egy egészen érdekes Kettőség, hogy a legősibb költészet hagyományai, tehát a, vagy a, a, az ókori költészet hagyományai, és a legmodernebb költői hagyományok, mint például az avantgárd, egyszerre vannak jelen, egyszerre hatnak rá, tehát egyfelől megidéz ókori műfajokat, ókori témákat, ókori beszédmódokat, mint például a bukolikus költészetnek a, a hangulatát, az elemeit, Bukolika, vagy bukolikus költészet azt jelenti, hogy költészet, tehát megint csak a természetet középpontba állító, az egyszerű vidéki életnek a jellegzetességeit megörökítő ókori költészet típust hívjuk bukolikus költészetnek, aminek majd aztán Vergiliusnál lesz folytatás, és Vergiliusnak meg majd aztán Radnótinál lesz folytatása. Tehát megidézi ezeket az ókori költészet módokat, Megidéz ókori uh, műfajokat, mint például az ódát, vagy az elégiát. Nagyon sokszor előkerül az erotika a verseiben, ami szintén az ókori költészetnek egy kedvelt témája. De ugyanakkor ezeket a klasszikus hagyományokat az, avang az egyik avangárd irányzatnak, az expressionizmusnak a versnyelvével vegyíti. Az expressionizmus nevében ugye az érzelmek kifejezésének az érzemek kifejezésének a szándéka van benne, tehát nagyon erőteljes kifejezések jellemzik az expresszionizmust, és nagyon sokszor ír szabad versben a fiatal radnóti. Tehát egy ilyen nagyon érdekes keverék az ő fiatalkori költészete, és nagyon sokszor provokatív is, hiszen a természet ezekben a szövegekben nagyon sokszor egyfajta menedék, ahová, ahol az ember megszabadulhat az intézményes sült vallás az intézményesült erkölcs kötöttségeitől és a vallási dogmáktól, tehát ahol igazán felszabadulhat az ember. Itt, itt, csak két kötetet említek ebből az időszakból, a pogány köszöntőt és az újmódi pásztorok énekét. Utóbbi eléggé kivette a biztosítékot egyébként, vallásgyalázásért perbe fogták és el is kobozták ezt a Kötetett, tehát nagyon provokatívnak számított, abban az egyre konzervatívabbá váló légkörben az a fajta költészet, amit Radnóti képviselt, aki ráadásul még zsidó is volt, ugye. <coughs> Ez sem használt az ő megítélésének a korszelleme, szerint hangsúlyozom a korszelleme szerint. <coughs> Aztán egy második szakaszként beszélhetünk a 30-as éveknek a második feléről. Itt tulajdonképpen ez a részben folytatása a korai radnótinak, abban az értem, hogy megmarad a természetkultusz, megmaradnak az ókori formák és ókori témák, ugyanakkor megjelenik már a költészetében a politikum, a közéletiség, megjelenik az a fajta fenyegetettség, amit a 30-as évek végének Európájában és Magyarországán érezni lehetett, tehát kap egyfajta politikai, közéleti plusz jelentést ez a szövegvilág két kötetet említek, az Újhold címűt, illetve járkált csak halára ítélt című köteteket. És a kései radnóti, vagy ha úgy tetszik a harmadik szakasz, tulajdonképpen ugyan ezen a vonalon megy tovább, annyi a változás, hogy teljesen kiteljesedik az új klasszicizmus, tehát hogy, hogy a versnyelvben is visszafordul a klasszikus versmértékhez, tehát egy hagyomány követőbb versnyelv fogja jellemezni. És a másik központi dolog az pedig a tudat a halálnak a közelsége. Ez valami egészen lenyűgöző egyébként nem csak a radnóti versekben, hanem hogyha beleolvastak radnóti naplóiban is látni, hogy, hogy, ez, hogy, ő, hogy ő egészen végig tudatában volt annak, hogy mi lesz az ő sorsa. Tehát az utol, ő az utolsó 7-8-10 évét abban a tudatban érte, hogy valószínűleg őt meg fogja semmisíteni ez a rendszer, és hogy hogy ő nem fog megöregedni, és nem fog természetes halállal meghalni. Tehát a, a biztos halálnak a tudatában fordult, tulajdonképpen egyfajta menedéket is keresve a, a klasszikus római költészethez, és ez a harmadik utolsó szakasz az, ahol az eklóga műfaja lesz, amihez odafordul és újraértelmezi Vergilius eklógáit. Ebből a szempontból tulajdonképpen hasonlít Babicshoz, aki a Jónás könyvében egy ószövetségi történetnek ad egészen, egészen modern és a kortársak számára is releváns, vagyis fontos tartalmat, ugyanígy Radnóti Vergilius eklógáinak, pásztorkölteményeinek ad egy olyan jelentéstartalmat, aminek köszönhetően a saját 20. századi valóságát tudja nagyon érzékletesen visszaadni egy jókori műfajon keresztül. Természetesen így általánosságban ezzel nem biztos, hogy sokat tudtok kezdeni, de ha egy-egy verset megnéztek, elemeztek, akkor láthatjátok, hogy miről van pontosan szó. Vannak Radnótinak nem lírai művei is, ami fontosak, így például a már említett Ikrek hava című gyermekkori éveket feldolgozó naplószerű kötete, illetve a naplója is megjelent. Tehát ő folyamatosan vezetett naplót, és ez megjelent. Illetve vannak fontos műfordításai is, így például Lafonten mesét is fordította, nem tudom, hogy Lafonten neve mond-e mond -e még nektek valamit, ő elsősorban az állatmeséről volt híres illetve Orfeusz nyomában kiadta a versfordításait, pontosabban nem jön el a kötetben, de megjelentette versfordításait is. Na és akkor a hátralévő időben nagyon röviden beszéljünk a radnóti életmű lezárását jelentő Bori A Bori ahogyan már utaltam rá, a Bor nevű szerbiai vagy jugoszláviai községről kapta a nevét, ugyanis itt kezdett bele írni Radnóti. És ez a notes, ez a költő testének a kihantolása kor, exhumálása kor került elő a kabát zsebéből. Tehát ez, ez, a, ez a notes, ez hónapokig volt a föld alatt, de tulajdonképpen csodával határos, had, ö, csod a határos módon ez mégiscsak megmaradhatott, és ez azért is örvendetes, mert összesen tíz vers van a borinoteszben, és ezek között vannak olyanok is, amik csak itt vannak meg. Vannak a noteszben olyan versek is, amiket sikerült letisztázni a radnótinak és eljuttatni a barátaihoz, de vannak olyanok is, mint például a Rasgledni amik csak a borinoteszben vannak meg, kéziratos formában. Csak néhány műcímet kiemeltem azok közül, amelyeket a Borinotesbe írt Radnóti, mint például a 7. és a 8. eklóga, sőt a 8. eklóga az két változatban is van benne, az elsőt áthúzta és újraírta, az Alaröses című vers, az erőltetett menet, illetve a Razglednicák, itt van egyébként a Borinotesnek a nyitó oldala, itt összesen, nem is tudom, öt vagy hat nyelven van beírva, hogy ez a, ez a füzetecske Radnóti Miklós magyar költő versét tartalmazza, és hogy Oltutai Gyulához juttassa el a megtaláló. Ide hoztam még nektek az Erőltetett menet című verset, amit, mint látjátok, így elforgatva írt bele a noteszbe Radnóti, és ez azért is érdekes, mert itt is látszik, amit, a modern kiadásokban és a tördelésben szoktak érzékeltetni, hogyha, hogyha megnézitek a versnek a képét, akkor ott középen láthatjátok, hogy mint egy út ö, megy végig egy ilyen kihagyásos hely. Ez nekem azért érdekes, mert engem egészen megdöbbent az, hogy valaki tényleg a legborzasztóbb körülmények között étlen, szomjan, gyakorlatilag a, a fizikai megsemmisülésnek a szélén, és mennyire komoly művészi tudatosságra képes. Tehát számomra ezért is érdekes a borinótesz, illetve itt van még az utolsó vers, a negyedik Razglednica, amit már nem is a notes beírt Radnóti, hanem, hanem ahogy látjátok, egy, egy kis cetlire, egy ilyen reklám cetlire. Ha megnézitek a dátumot, akkor ez 1944. október 31-i -e, keltezésű a negyedik Razglednica, ami azt jelenti, hogy a, hogy a, költő halála előtt 5 nappal íródott. Na most nagyon röviden ennyi fért bele ebbe a videóba Radnótiról és a, a illetve az ő kései költészetéről. Remélhetőleg órán mi biztosan, tehát az én tanítványaim biztosan, de remélhetőleg ti is közelebbről is megismerkedtek az ő szövegeivel és az ő költői világával. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan érkezem egy újabb videóval. Sziasztok!